A Jobbik Dam Andrea ügyvédet indítja a veszprémi időközi választáson. A jelöltet Vona Gábor mutatta be kedden a parlamentben tartott sajtótájékoztatóján. A pártelnök elmondta, Dam Andrea a parlamentben a veszprémiek mellett a devizahitelezés kérdését is képviselni kívánja. Dam Andrea úgy fogalmazott, demokráciát tisztelő ember sosem fogadja el, hogy egy pártszövetség demokratikus viszonyok között parlamenti kétharmaddal rendelkezzen. Úgy ítélte meg, a kétharmados többségnek több politikai erőkonszenzus kell kialakulnia. Vona Gábor a választás jelentőségéről szólva elmondta, a kormánykoalíció kétharmada kerülhet veszélybe, ha ellenzéki jelölt győz. Úgy ítélte meg, a Jobbik lehet az a párt, amely a kormánykoalíció egyértelmű kihívójává válik. Vendégem a stúdióban tehát Dam Andrea, a Jobbik képviselőjelöltje, most már azért így hangzik a titulus. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok mindenkinek! Nos, hát miért éppen a Jobbik? Miért nem függetlenként indul? Ugye Veszprém szülötte ezt? Igen, Veszprém szülötte, és Veszprémnek nagyon hálás szülötte. Tehát aki engem ismer, mindig is azt hallotta tőlem, hogy ennek a városnak minden jót szeretnék, és amit csak tehetek, meg adnám neki, és meg is fogom adni. Hogy miért nem független, és miért a Jobbik jelöltjeként? Ugye a Jobbik kért fel arra, hogy legyek képviselő jelöltje, ez alapvetően így történt, és azonnal felajánlotta, hogy függetlenként indulhatok, ha úgy gondolom. Tehát nem várták el, így van. Csak egyszerűen Jobbik támogatottja. Így van, de azért az egy nagyon fontos dolog, hogy egy ilyen kérdésben, ha már én dönthettem el, akkor a döntésnek a legfontosabb és központi eleme a választópolgárok. Tehát nem a magam hitelessége vagy hiteltelensége, a magam sorsa a lényeges, hanem azoknak a sorsa, akiket képviselni kívánok. A veszprémiek érdeke az, hogy akit megválasztanak, az egy frakcióban szerepelhessen a parlamentben, hiszen a megszólalási lehetőségek, az ő érdekeik messze menő és magas szintű képviselete alapvetően azt gondolom, hogy frakcióban olyan szintű, amit megérdemelnek a választópolgárok. De azért ennek a döntésnek volt egy másik oldala is. A független képviselők száma igen nagy ahhoz képest, hogy hány képviselője van a parlamentnek, arányszámuk nőtt az elmúlt választások során, és mindannyian párt színekben indultak a választáson. Én azt gondolom, hogy nem korrekt egy képviselőjelöltől az, hogyha egy párt jelöli, egy párt támogatja, akkor függetlenek közé üljön be, akiknek gyakorlatilag az ő személyével újabb olyan tényezők kerülnek közéjük, aki a megszólási lehetőségeiket csökkenti. Hát még ezt jól tudjuk, hogy Jobbik számára ez nem lett volna probléma, hiszen volt egy korábban támogathatónak ítélt jelöltjük, akit szívesen támogattak volna, és hát nyilvánvalóan őt is függetlenként engedték volna. Tehát most ezt azzal kapcsolatban mondom, hogy ha esetleg a jövőben előfordul majd a kérdés ennek kapcsolatban, ami nyilvánvaló, hogy akkor miféle kapcsolatok vagy szálak kötik a Jobbikhoz? Azok a szálak, hogy ismernek. Nagyon sok szakmai kérdésben kérték ki az elmúlt években a véleményemet, és én azért vállaltam ezt a jelöltséget, mert a frakció elmúlt 4,5 évi munkáját nagyon jó minőségűnek tartottam. Valóban a társadalom érdekeit érintő kérdéseket vetették fel. Mindig felkészültek voltak minden törvényjavaslatnál, mindig a módosító javaslataik, bármifajta kezdeményezéseik valóban megalapozott, korrekt, és mindenképpen azt mondom, hogy jogilag igényes munka volt. Számomra az nagyon fontos, hogy az én hivatásomban lévő szabályokat messze tiszteletben tartó emberek között legyek. Érdekes egyébként, ha már ugye Jobbikról van szó, és itt rengeteg olyan témával kapcsolatban cikkeztek, beszéltek, beszélnek, és még fognak írni, ami ugye a Jobbik bizonyos kérdésekhez, vagy problémákhoz való véleményét illeti. És akár mondjuk itt az Európai Uniós tagság kérdését is felvethetjük, vagy az Európai Unióhoz való viszonyt. És akkor ez azt jelenti, hogy mostantól Dam Andrea mondjuk nagyjából a jobbikos képviselőknek a javarészének a véleményét fogja képviselni, vagy valami egészen más színfolt szeretne lenni, és másképpen gondolkodni bizonyos kérdésekben? Az az én szerencsém, hogy az soha senki nem várja el tőlem, hogy az elveimet feladjam. Ez mindenképpen egy olyan helyzet, és a Jobbik jelöltjeként is ezt fenntarthatom.
ami szerencsés helyzetben hoz, hogy nem kell olyan kérdésekben bárki más álláspontját osztanom, amivel esetleg én nem értek egyet. De azért azt nagyon fontosnak tartom, ha például az Európai Unió kérdését felvetjük. Az Európai Unióban strukturális problémák vannak. Ez egyszerűen nem kétséges. Én május 25-ét nem ünnepnapnak tekinteném, hanem gyásznapnak, méghozzá az Európai Unió adminisztrációjának gyásznapja, mert ahol ilyen sok ember nem megy el szavazni, az azt jelenti, hogy ilyen sok ember nem érdeklődik az Európai Unió működése, léte, lényege, céljai iránt. Egy demokratikus viszonyrendszerben a választásról való távolmaradás az egy komolyan intő jel, és az mindig azoknak intő jel, akik azokban a szervezetekben dolgoznak, képviselik, reprezentálják őket. Így módon azt gondolom, hogy az Európai Unió vezetői is tudják, hogy ott komoly strukturális problémák vannak, a túlzott adminisztráció egy óriási tehetetlen szervezetté vált, és nagyon sok kérdésben nem tud gyorsan reagálni, nagyon sok kérdésben pedig a lényeg elvész. Ezt a szervezetet kiválóan lehetne csinálni, csak valóban egy konszenzusos módszerrel át kellene alakítani, és valóban hatékonnyá kellene tenni. Az alapító atyáknak azt gondolom nem az volt a célja, amivé ma az a szervezet alakult. Viszont amire a lényeg szóba került, akkor térjünk vissza gyorsan a lényegre, hiszen már nagyon kevés időnk maradt hátra a beszélgetésből. Veszélybe kerülhet a kétharmad az önjelentésére? Hát én azt gondolom, hogy ez a kétharmad dolog, ez egy fontos kérdés, mert ahogy látom, azért az ellenzéki erőknek ez egy presztízs kérdés, hogy ezt a bizonyos kétharmadot meg kell dönteni. Én magam mindent megteszek ahhoz, hogy győzzek ezen a választáson, és én nem szeretnék önmagában a kétharmadnak természetesen az eldöntője lenni, de ha ez sikerül, való igaz, akkor a Jobbik frakcióban folytatom a politikai munkát. De én úgy ítélem meg, hogy ez a kétharmad egyáltalán nem veszélyes akkor, ha a társadalom széles rétegeit érintő és javukat szolgáló javaslatok kerülnek a parlament elé. Akkor egyáltalán nem kell arról gondolkozni, hogy most az ember a kétharmadba vagy az egyharmadba tartozik, mert azokat a dolgokat, ami az érdekeiket szolgálja, megszavazzuk, amit pedig nem, azt nem. Legyen ez a zárszó, ígéretesen hangzik. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálam. Köszönöm én is.